A Mesterségem előadás sorozat folytatásában Németh Ferenc Fafaragó mesél a fafaragás mesterségéről. Az előadás szeptember 26-án csütörtökön 11 órakor lesz Hévízen a Városi Könyvtárban. A Turizmus Világnapja alkalmából ingyenes geobotanikai sétára várják az érdeklődőket Hévízen. Aki szereti a természetet és többet szeretne megtudni a hévízi tó és a véderdő különleges élővilágáról, az szeptember 27-én 15 órakor megteheti. A jó két órás séta a Turinform elől indul. Meghaladni önmagam címmel tovább folytatódik a Hévízi Szabad Egyetem. Szeptember 30-án hétfőn 17 órakor az Országos Könyvtári Napok keretében dr. Darnói Tibor holisztikus orvos előadására várják az érdeklődőket a Városi Könyvtárban. Szeptember 30-án hétfőn 18 órától Zene a világirodalomban címmel vetítéssel egybekötött zenetörténeti előadásra várják az érdeklődőket Gyenes Diáson a Községházán. Kis Tamás karnagy és zenetanár előadásában többek között szó lesz az egri csillagokról, a Pál utcai fiúkról, valamint a Harry Potterről. Gregor Bernadett Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész lesz a vendége a Hévízi Idősek napi ünnepségnek. Október 1-én kedden 17 órakor a Városi Sportcsarnokba várják a Fürdőváros nyugdíjasait. Az ünnepségen beszédet mond Naszádos Péter, Hévízváros polgármestere. A spirituális körezoterikus előadás sorozat következő vendége Bogdán Alexandra, holisztikus mentor, hipnoterapeuta lesz. Aki a numerológia, a számokban rejlő mágikus tudás rejtelmeibe kalauzolja el az érdeklődőket, október 1-én kedden 17 órakor a Városi Könyvtárban. Gyógyulj a természet erejével Fülöp Zoltán gyógynövény szakértő tart előadást október 2-án szerdán 17 órakor a Városi Könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok keretében a Felkészülés a térre a gyógynövényekkel címmel hallhatnak előadást az érdeklődők. Urbányi Zóra énekes zeneszerző vendégeskedik Gyenes Diáson a Tracsparti sorozat következő vendégeként. A kötetlen pódium beszélgetésre október 2-án szerdán 18 órakor várják az érdeklődőket a Gyenes Diási Községházán, nagy létszám esetén a Liget Lex Cinemában. A beszélgető partner Szabó Zsolt Szilveszter lesz. Szintén az Országos Könyvtári Napok keretében Berzevici Zoltán dalszerző estjével találkozhatnak az érdeklődők, amelynek címe Énekelt versek a jelenkori irodalomból. Október 3-án csütörtökön 17 órakor mindenkit sok szeretettel várnak a Városi Könyvtárban. Logikai játékok, ördöglakatok kialakulása, története és fejlődése a kezdetektől egészen napjainkig. Erről hallhatnak többet az érdeklődők október 3-án csütörtökön a Városi Könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok keretében Mátrai Zsolt, logikai és készségfejlesztő játéktervező lesz a vendége a Logikáriumnak. E hónap második felétől az eredeti müncheni Oktoberfesttel egy időben ismét megrendezik a Hévízi Oktoberfestet a Hofbräu vendéglőben. Szeptember 21 és október 6-a között bajor stílusú dekoráció, fűtött sátor, élőzene, bajor ételkülönlegességek és kiváló sörök várják az érdeklődőket a helyszínen. A kortárs magyar üvegművészet alkotásaiból tekinthetünk meg tárlatot az Egredi Múzeumban november 15-éig. A tárlat 24 alkotó remekeit vonultatja fel.
Augusztus és szeptember hónapokban Nyugat-Balatoni Kápolna koncertek címmel 6 komoly zenei koncertre várják a zenebarátokat a térség 3 legjelentősebb kápolnájába Vonyarcvashegyen, Gyenesdiáson, illetve Balatongyörökön. A belépés minden helyszínen díjtalan. Bővebb információk a www.vonyarcvashegy.hu oldalon találhatók. Szeptemberben is a Zene mindenkié címmel változatos koncerteket szerveznek a Dr. Schulhoff Vilmos Sétány zenepavilonjánál, illetve a Rákóczi utcában. További információk a www.hevis.hu oldalon találhatók. A Majestic Sounds hangverseny sorozat megálmodója és művészeti vezetője Teleki Miklós, Artisius díjas orgona és zongora művész 2024-ben is 60-70 perces változatos orgona és kamarazenei hangversenyt ad szerdánként 20 órai kezdettel a Hévízi Szentlélek templomban. Szeptemberben is lehetőség nyílik különféle tematikus hévízi túrákon részt venni, és megismerkedni a fürdőváros különlegességeivel, látnivalóival, valamint a Nyugat-Balaton térségével. Túravezető segítségével fedezhetik fel a Védertőt geobotanikai séta keretein belül, illetve a tó környékét és mind az 5 hévízi templomot is. A túrákra előzetes bejelentkezés szükséges. További információk a www.hevizitúrák.hu oldalon található. A Bobó Fun Park több mint egy klimatizált játszóház a környék legmenőbb találkozó helye. Egy fedett élménypark, ahol az időjárás nem szab határt a kalandoknak. Kihívásaival kizökkenti a tiniket az online világból, a felnőttekből előhozza a gyermeki énjüket. Bátorságpróba, szórakozás és randi helyszín. Részletes információkat a bobofunpark.hu oldalon találnak.